Péntek reggel érkezett meg a református templomba a Tiszántúli Egyház kerület vándorbibliája. Az 1400 oldalas, közel 4 kilós kötetet Marti Miklós Békés Csabai lelkész adta át egy napra a gyulai gyülekezetnek. A Szentírás egész évben áttartó vándorútja január 1-én Debrecenben kezdődött. Isten a kevélyeknek ellenáll, az alázatosoknak pedig kegyelmet ad. Az Isten tiszteleten Jakab leveléből és Ezékiel könyvéből hirdetett igét Barát Andrea tiszteletes, majd pedig Barát János prédikált ezekhez kapcsolódóan. Az egyházkerület gyülekezetei felosztották egymás között a Szentírást, így minden városban más részletek hangzanak el, évvégén pedig a szöveg végére is érnek. A kezdeményezés célja az volt, hogy bemutassák, az 500 éve indult reformáció szorosan kapcsolódik a magyar nyelvű Bibliához, valamint ezzel is ünneplik a Magyar Református Egyház 450 évvel ezelőtti megalapítását. 1567-ben a debreceni zsinaton tették le a tiszántúli református egyházkerületnek és a református egyháznak az alapját, és ebből az alkalomból jár végig a Tiszántúlon kézről kézre a Szentírás, minden gyülekezetbe megérkezik, egy küldöttség hozza, és aki átvette, egy napig vagy fél napig tarthatja meg a gyülekezetben, utána az a gyülekezet is egy küldöttséggel átviszi a következő gyülekezethez. Tiszántúlon 414 gyülekezetünk van, ezért adódik, hogy valahol csak egy fél napot tud tölteni a Szentírás. A nap folyamán a Vándorbiblia eljutott a magvetőiskolába, valamint még 4 gyülekezeti alkalman hirdettek belőle igét. A kötetet szombaton Szarvasra viszik tovább, december 31-én pedig visszatér Debrecenbe.